Sziasztok srácok! Ismét Minecraft Sky Factory. Igazából eléggé megtetszett nekem ez a játékmód a Minecraftba. A visszajelzések alapján is elég sokan visszanéztétek a videót, illetve megtekintések alapján azt vettem észre, hogy tetszett nektek is. Gyakorolgattam egy kicsit live-on kívül, de nem nyúltam bele ebbe a mentésbe, úgyhogy onnan folytatjuk, ahol múltkor abba hagytuk. És hát igazából a cél most az, hogy tudjuk akkor legyen iron slappingünk, és hát vasat tudjunk termelni. Fából. Ez lenne a mai cél. Meg vannak még benne elég érdekes dolgok, így a modpackbe. Azokból egy-két dolgot szeretnék kipróbálni. Úgyhogy hát majd meglátjuk, hogy mennyire jutunk el, vagy mennyire nem, de igazából ez a terv. Ugye itt aki mi kis craftingunk. Hát mondjuk az, hogy inkább hasznos, mint szép, de van. És ugye a legutóbb ott hagytuk abba, hogy itt már ugye bonsai roppokat ugye csináltunk, és itt ugye éppen növekednek nekünk a kis fáink, ugye, illetve itt az egyéb fák pedig így itt. És jól emlékszem, igen, itt már elkezdtünk nagy üzemben almát tenyészteni, termeszteni. Mindegy, akármit is csináltunk vele, de van. Itt pedig szendet, homokot gyártunk. És a nagyobb sikerrel. Úgyhogy hát az a cél, hogy ezeket mi majd egy kicsit fölfejlesszük. Meg itt ugye van nekem a szél, mindenféle fajta dolgok, de majd egy kicsit visszarázunk erre a történetre, és próbáljuk ezt valahogy csinálni, hogy jó legyen. Amit biztos, hogy akarok csinálni, akarok egy ilyen multiszer számot. Múltkori live-ban Sanyi azt pont említette, hogy milyen jó lenne nekem, hogyha csinálnák, és hát én most akkor csinálok, mert igazából tényleg jó lenne, hogyha lenne ilyenünk. Meg az a cél, hogy szerintem, hogy fáklyákat tudunk készíteni, így ki fogjuk pakolni. Ne legyenek ezek az ugrálások. Ugye, hogyha itt ki tudunk fáklyázni mindent, akkor már nem fognak beszpónolni a mobok. Közben kell nekünk double stone. Azt mondja, hogy van nekünk egy baltánk, gyorsan megjavítjuk. Azt mondja, hogy maxos kell. Mennyi sok szar van nálam? Miért van nálam egy? Gyorsan kipakolom be. Clay-resint, colt, fajnedet, kovakövet, dirt-resint, magvainkat. Elméletek sült megenni, hogy elfogyjon. No. Illetve mi van? Van ez egyéb sok szarok. Úgy. Jó. Na nézzük. Elméletileg ugye, hogyha van egy baltánk, mellé rakunk mondjuk egy ásót,
meg egy csákányt, az nekünk nagyon jó lesz. Tudunk csinálni egy ilyen multiszerszámot, mond. Csákány, egy balta és egy ásó. Ezt mi összekraftoljuk, akkor ez működik igazából. Sorra nem jó. Jó. Ezzel tudunk csákányozni, baltázni, sózni is. Ami tök jó. Jó. Azt mondja, hogy itt van még húnk. Tesszük a húnkat. Pont. Itt mi van? Sok. Ez nem is nagyon kell nekünk, ez a motyó. Fákját viszont kraftolni kéne. Kávé, ez sem nagyon kell nekünk, használjuk. Tudunk egy kis gyors inventory managementet. És mindegy, a téglát is bedobjuk ide. Na, cobblestone meg visszakapjuk, mert én úgy tudom, hogy mindjárt megnézzük a könyvbe, de szerintem ez az achievementünk még nincs kész, hogy tele legyen a cobblestone-os, így van. Na. És akkor nekünk ugye most az volna a cél, hogy hát igen. Valahogy az lenne jó, hogyha mindenből is lenne igen. Hát ilyen automata fánk. Igazából ez lenne. Megnézem, mennyi fémet tudunk csinálni. Ahhoz kellenek nekünk itt a szén, gravel, clay, illetve a homok, ami nincs. Nincs homok. De ezt már automatán termelünk. Nem? Igen. Ebből sok fém nem lesz, de lesz valamennyi. Csinálunk, hát hogy iron. Iron. Elméletileg ebből, amit 8 darabunk lesz. A sokra mondjuk nem megyünk, de nem itt. És ugye nem szénnel fogunk égetni. Annyi fánk van, mint a szemét, úgyhogy... Már megtehetjük, és miért ne. Hát itt ezt a crafting rendszert egy kicsit át kéne alakítani, mert nagyon nem tetszik nekem. Úgyhogy ezt mindjárt megálmodjuk, hogy hogy legyen. Meg hát egy jókora bővítésre is szükségünk lesz. Elnézést, hogyha esetleg itt csáncsogok, de mindig rákcsálni kell valamit. Tudjátok ti is, hogy ez ilyen. Csinálunk egy adag padlót. Főtöltjük ezt a részt. Tudom, hogy így nem spawnolnak a mobok, meg alapanyag pazarlás, meg többi. Minecraftos teória, de nekem ez bántja a szememet, bocsi. A mobok ellen tudunk védekezni fákjával, mert ugye igazából a szenünk az unlimited mennyiségben van, már csak faszénből, mert ugye mindent fából termelünk, és konkrétan annyi fánk van, hogy mindent fával fogunk égetni. Mindent fából fogunk építeni.
egyszerűen tudom egymásra pakolni az itemeket, de az új eszközünkkel ezt igazából tudjuk. 3, 4, 5, 7, 8, 9. Sikerült páratlanra csináljuk akkor. Tetszik nekem, mert majd egyik irányba ki kell menjünk, sőt lehet, hogy mind a két irányba. Na, abban még így közben supportgatjuk ezt a kis dolgainkat. Erre jönnek a mobok. Fákja. Mi van? Nyomok egy F-et, akkor így, aha. Tudunk. Miért nem rakja ide? Le kellett búolni hozzá. Fákját. Csináltunk egy keveset. Baj, mindent is ki fogunk világítani. Mert az jó lesz nekünk, ha mindenki van világítva. Figyeld, megint a pálya egyik felén esni fog az eső, a másik felén nem. Na, így most elméletileg igazából jó, hogy nem úgy is. Egy. Elhaladottam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8-ra sikerült. Elkúrtam megint. Na mindegy, nem alakítjuk már át. Lepadlózunk mindent. Most ugye amin gondolkoztam, hogy ezt a történetet, ezt valahogy oda lentre kéne tenni. Most azt nem tudom, hogy például ezt a fákját hogy tudnám úgy rakni, hogy alulról a kaudront melegítse. Hogy ötleteket várok, hogy tudnák aláépítkezni ennek az egész történetnek, hogy ne fölfele kelljen emelkednem, hanem lefele. Nagy Minecraftosok. Ős Minecraftosok tudnak erre nekem mondani valami tanácsot. Elnézést, a kutyi végett. Ezeket nem tudom, hogy ezeket nem tudom följebb rakni se. Hát itt szét fogom ütni. Hát el fogok valószínű veszíteni, mert az le fog esni, de hát nem baj, le vagyunk alapanyaggal, úgyhogy kraftolunk másikat. De ez a kaudron, ez tök jó lenne, csak ezt kéne valahogy ugyanígy behelyezni. Erre várnék a tanácsokat, és ugye alulról kéne, hogy legyen nekünk ott valahogy. Valami liánon nem tudnák lemászni és azon építkezni, vagy valami ilyesmi. Mit tudtok erre nekem mondani? Esetleg. Akik értetek a játékhoz, mert én nem értek hozzá, én csak játszok vele. Próbálom felfedezni, hogy mit, hogyan lehet benne csinálni. Na mindegy.
Vizet folyas le, de én félek ettől a vízlefolyatástól, mert meg fogok halni. És hogy folyassam le, hogyha ide mondjuk ezt a blokkot fölveszem, elméletben, meg ezt. Leesett, jó, azzal így jártunk. Ha ide beöntök egy vödör vizet, és az ott elkezd lefolyni, az nekem miért lesz jó? Csinyi. Ezt így ide beöntöm. Ez most ott folyik. És hogyha én ott bemegyek és nyomom a spé, az nem lehetetlen. Neked, aranyapám, nem lehetetlen, nekem lehet, hogy az. Várjál, akkor ahhoz vigyünk rendes nagy blokkot. És akkor úgy. De ha most ott leesek, meghalok, akkor vége mindennek. Lehet, hogy az, sőt, tudjátok, mit lepakolunk. Jan, főleg ezeket a resineket, mert ez drága dolgok. Főleg, hogy nem automatán termelődik. A alma is, a fáklyák is, és ez is. A könyv az nagy érték. Így, és akkor viszünk magunkkal nagy blokkot. Azt a másik fáklyát meg távol. És a space, hogyha nyom a space-t, akkor fölfele úszok. Le tudsz benne úszni, és onnan épp. De ez most hova folyik ez a víz? Ha. Gondolt a csándorom. De oda miért nem bírok rakni? Tudtam rakni. Csináltam, bam meg! És hogyha most ezt a vizet nem fölveszem, akkor az ott úgy elapad. Igen. És nekem oda még le kell tegyek egy blokk. Úgy, és akkor elméletileg oda kell tegyek egy fáklyát. Mondom, fáklyát. Most veszítettük el a dolgokat. Oda nem bírok rakni. Viszont oda most így lebírom rakni a fáklyát, és hogyha erre ráteszem a kaludront, ez akkor most alulról melegítve van felületileg. Meg is lett az achievementünk. És ott, oda né. Hát milyen okos ez a Sanyi gyerek. Hát Sanyikám, te nagyon okos vagy. Most az a kérdés, hogy ezekkel mit csináljak. Ez fél blokkal nem lehet följebb hozni, hogy padlósíkba legyen, pedig úgy van az igazi. Lehet akkor ezek följebb lesznek. Följebb. Jó. És oda kell nekem egy fél blokk. Mindenhogy. Nézzek sió, hogy megcsináltam, baszki. Hát ne őrítsél meg, hát... Profi Minecraftos vagyok. Na, itt lesz... Várja most ebbe, hogyha belemegyek, ez fájni fog? Sanyi, ez most fájni fog nekem, ha belemegyek? Jaj, nem okos a Sanyi, értem, jó van Ádám. Nem, most okos volt, ügyes volt.
Aha. Ó, égni fogok. Ó, így is égek igazából, hogy ilyen játékkal játszok, azzal nincs gond, de... Körbe rakjuk kerítéssel. Az volna fasz, hogyha egyre beljebb raknám, mi? Tehát úgy csinálunk obszidiánt. Az baj. Nem így terveztem ám. Ezt bele is lehet esni ebbe a kaudra. Professzionális Minecraft építések vannak itt folyamatban, kérlem szépen. Valahogy úgy kéne megoldani, hogy ne tudjak abszolútot leesni, hogyha béna fasz. Kéne építeni egy ilyen lukat. Ja, azt megbírjuk úgy csinálni. Pontunk. A fával nem foglalkozunk, nem sporolunk semmin. Így. Jeled. Olyan építkezés látsz, öcsém, hogy még a világon nem látta. Nem fogok égni, Sanyi. Azt már később bírtad, vagy előbb bírtad. Rakod, ahova akarom? Úgy, úgy. És oda némilyen helyet csináltunk a fáklyának, annak az egyszem fáklyának. Oké. Nyomunk egy kerítést ide. De meg berakunk egy kaput, és akkor az a teljesen biztonságos lett. Volt nekem kapum. Csak emlékszem, hogy volt. Látszok, hogy kell csinálni kaput. Hogy van. De rakom ezt így, és akkor... Így. Ebből nem kapu lett, ebből kerítés lett, akkor nem kell csinálni. Azt szerintem így lesz kapu. Na, látjátok, profi vagyok. Most megint kerítést csináltam. Oda nézzé. És igazából azt a bukettet is arrébb lehetne rakni egy. És az kérdés, hogy el fogom-e kapni, vagy nem. Leesett. Mennyi izé van? Pont elég egy udronra. Ilyen kaudront érdemes lenne izéből csinálni amúgy. Mert obszidiánból.
tudod mi a bajom? Hogy át kéne raknom azt a generátort onnan majd, és az kurvára tele van motyóva. De kell még egy kapu. Nice. Mindegy, hogy nézel oda. No. Oké. Okay. Ja, van most egy cobblestone generátorunk. Amit szét kéne szedni. Ebből gondoltam, hogy lesz valami ilyesmi. Akkor beraknánk azt a két lavort. Ugye? Cobblestone generátort mondjuk kéne tenni. Hova kéne ezt tartani? Azon gondolkozok, hogy ezt is be kéne rakni a föld alá. Bár nem jó, mert hogyha meg vissza kell szedni valamiért, akkor meg csak jobb lenne, hogyha föl tudnánk venni, úgyhogy nem veszítjük el. Ja. Úgyhogy... Egy, kettő lavor, nem jön ki szimmetrikusra. Á, na itt van a gond. Egy. Most legyetek okosak. Nem azt az izét nem ide fogjuk rakni, ide más fogunk rakni, de már tudom, hogy mit fogunk beépíteni. Nem fogok tudni semmit fővenni, mert tele vagyok. De be kéne rakni ezt. Hogy van? Rendbe kéne tenni. Itt. Föl. Oda szerintem, amúgy van egy porcelán égető a játékba, és azt én oda akarom berakni abba a sarokba. Én szerintem. Rakunk fákjákat, jó nézni. Ki kell világítani mindent, az olyan, olyan fancy. Le kell ütni. Itt a szárítókra még szükségünk lesz, csak ezt így máshogy akarom elrendezni. Csak tudjátok mi a baj? Fémmel nem tudom, hogy állunk. 8 darab fémünk van. Kurva kevés. Mondjuk nem, mert abból tudok csinálni. Jó, ezt gyorsan megcsináljuk, skacok, hogy a fémre lesz szükségünk, meg agyagra. Valahol van téglánk. Ez nem is kell. Dobos kell lenni, faláda. Itt van. Gyorsan leautomatizáljuk a lényegesebb fákat. Lényegesebb fa az ugye a szend, kól, így van. A kól és a gravel.
Jó, tudom, ezek a cuccok kellenek ahhoz, hogy mémet tudjunk csinálni. Ó, csak nem lesz annyi vas. Lesz annyi vasunk. De azt hiszem ez a 4 kell az Iron ember. De kell hozzá coal, sand, B, illetve és mennyit tudnánk most így hirtelennyébe csinálni? Lény, nincs nálunk itt szinte semmi. Lény. Nézzük, mennyi homokresinünk van. Ja. Főtesszük. Eljük, jó. Ülik. És egy kolból kell sok. Ezt beültetjük, ezt a kolt. A nőni fog. Most nézzük, mennyit fog kraftolni még vasat. Hát ebben nagyon messzire nem mentünk. Sand van, clay van, gravel van. A hiányzó láncem. Jó, mindegy, akkor az ott kraftolódik, azért ezt itt kiégetjük, mert elméletileg nyivasunk van még 3, még 2 kéne. Még 2 kéne. Na mindegy, jó. Ezt mikor adtak bele? Közben ő újra. Hát azon gondolkozok, hogy nekiálljak-e esetleg vágni. Már nem, hát rendezzük be. Na. Na, mondó vagyok, hogy egy-két égetőt még kéne csinálni. Hogy 8-at nem is, de egy. Három. És akkor így van 5, meg ezt, és ezt itt fővesszük. Lerakunk 6 darab égetőt ide. Erre gondoltam. Hatféle dolgot égetni, de erre raknánk a konfittyet, és erre kéne nekünk egy doboz. Nem tetszik nekem. Jó. Akkor ez így ott ki. Most építenünk kell egy ideiglenes magasítást, amivel meg tudjuk oldani azt, hogy a szárító egységeink meglegyenek. És én ezt ide gondoltam a kemencék fölé.
ott meg le fog esni róla minden. Kérdezzétek, hogy mit csinálok, mert még én sem tudom. Szerintem meg fogok halni. Éppen próbálom magam megint. Mekkora lett ez? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jó. És akkor kell még kettő. Azért kell, srácok, elméletileg itt fogjuk tárítani a dolgokat, csak hogy én itt végig tudjak normálisan ezen menni. Kell ez is. Ezeket vissza fogjuk bontani, ez nem fog itt maradni, és azért kell, hogy ezt szépen meg tudjuk építeni. Biztos meg lehetne oldani máshogy is, de én nem tudtam, nem jöttem még rá, hogy hogy. Ez azért kell, mert nagyon sok fának a csemetéjét ki kell szárítsuk ahhoz, hogy jó legyen neki. Nem merem megnyomni az exkavátort. Félek, hogy valamivel össze van csatlakoztatva. Ott használtam már ugye ezeket a blokkokat máshova is. Így inkább végig kalapálom így egyesével. Nagyszerű. Jó. Itt vannak az égetők, itt van ez. Ezt a két crafting table-t gondoltam még áthelyezni. Crafting station-t, ami le is esett. Jó. Betömjük ezt a lukat. Azért, hogy fölvehetjük ezt, fő tudjuk, hogy már... Ilyen asztalkát csinálunk többet. Már szerintem többször szükség lesz. Figyeled, van belőle 7 darab, meg itt is van egy 8. Nem teljesen jó. De ide rakunk egyet. Ideni. És van egy. Ide is rakunk egyet, biztos, ami biztos, hogy akárhol vagyunk, bárhol tudunk craftolgatni, meg dolgozni. Ez azért jó nekünk. Jó. Többit meg majd meglátjuk, hogy hova. Holunk egyet. Clay sapling, nem tudom honnan lett clay saplingünk. Föld. Az az igazság, hogy... Bone saplingünk van. Clay, Bird, Petrified, Sand, ez is kól. Arra gondoltam közben, hogy
Pontlistünk van. Van bonsapling is. Pozitív. Viszont akkor nekünk 1-2-3 kéne földeket csinálnunk, ami ilyen fertilizer termékenyített föld, mert gyorsabban nőnének a fáink. Korra sintet rágyunk. Milyen hülye vagyok? Itt is tudok aftól. Még öt fém. Szerű. Kell égen. Igazából itt is lekraftolhattam volna. Oké. Okay. Nemféleképpen ugye automatizálnunk kell a fákat. Ahhoz sok vasra van szükségünk. Illetve a földet kéne csinálnunk, földblokkokat. Meg az csontliszt kell, de csontliszthez tudunk, hát egy ilyet csak le kéne valahol basszunk idéglenesen. Oda nem. Dobjuk ide a sarokba. Hol volt a csont? Mi van? Földet kell csináljunk. Törtresin, és tört magvaink, abból van kevés, mert nem az a bár. Okay. Dört. Amennyi van, itt legyártunk. Ez öt darab. Még ami van. A csontliszttel együtt, ez már így jó. Gyorsabban fognak termelődni a fák, és akkor azt a hármat én ki is cserélem. Itt is lesz, hogy itt föl fog szabadulni. Adjuk ezt a földblokkot. Úgycsak le ne essenek ezek innen. Jó. Akkor a hopperes, nem, shift, így, 1, 2, 3, és akkor ebben most már fertilizert földet rakunk. Az, és volt az, a tölgyfa csemeté, tényleg kéne csinálni kimondottan almát, nem pedig izét. Na, nézzük, hogy kell alma csemetét csinálnunk. Az több almát termelne. Aple. Fú, de ment. Aple. Aple szídet kéne csinálnunk. Igen. És várjál, itt ahhoz nekünk magvak kellenek. Aple szíd. Ez fog kelleni. És ezt az almát kell kiüssük a crushing tubba, és akkor lesz ilyen. Oké. Okay. Azt vissza se ültetjük. Ellenben ez volt a... ez melyik volt? Volt a homokos. És akkor ez volt a szenes. És akkor csinálunk egy alma magot. Ebbe a low-config-be. Van almánk. Tudok el az almát. Így, egyetlen egy bele, és akkor ezen ugrálunk. Hát, ha leesünk. Oké. Okay. Akkor őt el kell ide ültessük, és akkor a szokásos futkozódás van. Ennek miért nem bírok tverkelni? Nem ültettem el. Ennek izé?
Én nem bírok twerkelni nekem, én nem akar kinőni, a csontliszt. Meg ennek nem lehet twerkelni, ezt csontlisztezni kell. Az összes csontlisztem rá fog menni. Mindig le van szarva, hogy gyártunk. Hol a kampóm? El a huk. Jó, és akkor elméletileg most már van alma. Így van. És akkor így több. Több almánk is lesz. Ide berakjuk a csemetéinket. Semetéinket. Na. Nézzük, kiégett a vas. Még 5 darab, most van 9, ez még egy hopper. Vasgyártáshoz kell foglalkozzunk a konfittyekkel. Csinálunk egy hoppert. Sajnos csak egy darab elég, de legalább elég. Így, és akkor ide ültetünk. Tünk. Kinyitjuk, hanem ide ültetünk. Mi kell a vasgyártáshoz? Homok, szén, gravel. Mondjuk ezért jó lenne ültessünk, mert az meg kéne a csont. Csontfa. Mondjuk ez nem olyan fontos, mint a vas. Nézzük ezt az iront. A clay. Azt hiszem a clay az most megint egy ilyen... Abból csak egy kell. Gravel. Ültessünk ide gravelt. Az mi? Petrifiner. Dirt, clay. Akkor innen kell, gravel szedjünk. Egy darab gravel szettinget belehányunk ide. Jó. Van még 20 darab szedünk. Van még 17 darab szedünk, és akkor... Mi hiányozna a lényekhez? Gravel, igen. Ez az kell. Té is van. Ő lesz még. Az kell, hülye. Még 5 darab. Jó, gyűlik itt szépen lassan a vas. Csak így igazából itt elszaladgálunk és úgy gyűlik a vas, úgyhogy ez teljesen hibátlan. A vasgyártáshoz mindent automatizálunk, az tök jó. Csontliszt. Bone sapling, ezt mondja, hogy ezek most itt pont nagyon nem kellenek, ezeket föl is lehetne szedni. Szükség van nem kevés chestre. Third block se fog kelleni lassan. Már szerintem most 8 láda bőven elég lesz a fa a dolgokhoz. Ja,
Elméletileg ebből tudunk csinálni így nagyon sok. 32-t látjátok? Professzionális Minecraft játékos. Annyira nem. De miért nem akarja lerakni? Nem érhetnek össze a chestek? Mindenképpen hézagot kell hagyni köztőjük között. Milyen buzis már? És így az OCD-ben mi lesz? Na mindegy. Egy-kettő. Három. Egy-kettő. Ez pont buzin jön ki. Így se bírom lerakni, csak így. Nagyon-nagyon sok lesz a izé. Na mindegy, ezen ezt így fogjuk megcsinálni, nincs mese. Csak akkor meg ezeket is meg kell. Most foglak benneteket kiégetni. Teljesen, de bocsi. Úgy csináljuk, hogy ezek előrefele fognak nézni. A földblokk maradhat, ha nincsen gond. Bemültek az a közepe, és akkor innentől pedig nem így kell rakni. Egy-kettő, egy hézag, akkor ide jöhet kettő, így. Nagyon sok fára készülök, aztán majd meglátjuk, hogy mennyi lesz igazándiból. Ez itt mind fa, srácok, elméletileg. Aztán majd meglátjuk, hogy hogy lesz. Mindegyikre fát fogunk rakni, ültetni. Elég érdekes lesz így a közlekedés, de ja. Igazából így mindegyik. Chestre rárakunk, chest mellé rakunk egy világítást. Ez lesz úgymond a... Nem tudom mi, de ez az lesz, ez az. Na mindegy, azt tud. Ezt is így hagyjuk. Jó. Na. Nézzük. Mit nézünk? Alapanyag, szén, a szénnel van minden baj. Ezeket majd valahogy ki kéne táblázni. Hogy lehet kitáblázni? Ki tudja? Kilenc, még ott lejön egy, az 10, az megint két hopper. És a termékeny föld véget kéne csináljunk kettő darab csontlisztet. Azt miből csinálunk csontlisztet?
Van hozzá a nyagunk. Az itt nincs. Van abba a dobozba. Ide most ugye behártunk a múltkor mindent. Itt van Bone Resin. Az van. Bone Sapling, szerintem ültetünk egy adag bont. Ott van még úgyis ez a földünk. Nő. Bone Resin. Ilyen bone magvak vannak-e itt ebbe a dologba? Mennyire sinünk van? 7, az pont elég lenne. Ó, pont egy blokkra vagyunk, jó. Jó, mert abból tudunk csinálni. 2, 3, 4, 5. Meg ebb. Igen, és ez. 9. 9 földblokkot tudunk csinálni, de hogy 6 darabunk van, simán vállalható. Jó. Csinálunk még chestet. Two drop per. Ez is. Two drop. Mókon fittyünk. Jó, és akkor ott a homoknő, ott a szén, ott a... Ez gravel, akkor oda nekünk kéne egy agyag mindenféleképpen. Illetve ide a csont. Csontot el is ültetjük ide. És akkor egy agyag sapling. Amúgy ha minden ládán kettő lesz, akkor amúgy sokkal jobban fogunk tudni működni. Ez most még így egy kicsit, itt is lett volna mindig most már. Így egy kicsit olyan lassúnak tűnik, de így, hogyha el vagy foglalva egyéb más dolgokkal, akkor amúgy így kurva jó az automatizálás, mert ő így termel. Ugye innentől kezdve ugye más egyéb mókonfittyeket tudunk csinálni, és így ezt ő így tök jól csinálni fogja itt ezeket a dolgokat. Na, elméletileg... Akkor van nekünk ugye 6 darab fánk, csekkoljuk ezt le? Mi amúgy? Nem, Petrifinedet még nem ültettünk. Ugye ő egy ilyen... Meg a föld. Földblokkos, ugye arra is szükségünk lesz. Úgyhogy még kettőt mindenféleképpen össze kell hozzunk, de ugye ahhoz most az kell, hogy termeljen az automatánk. Jó. Míg ő termel... Addig... Megint rakjunk rendet az inventorinkban, mert most megint ős káosz van. Ez meg ez, ez se ide való. Hát ezek a magvak. Na mindegy, ezek itt elférnek. Ezek a resinek. Itt fogjuk tárolni. Így. Sin. Amint gondolkozok, hogy ezek a clay clavers, meg mit tudom, ezek mire lesznek jó basszus. Senki nem tudja, se ember, se Isten, de maguk a királyok se. Egyelőre itt tároljuk, mert megtároljuk, és ennyi. Azt a két eltesszük, azt mondja, hogy a craftolt itemekhez visszavisszük a botot, a kerítést, a fákjákat. Kéne csinálni egy obsidian bukettet, és azt viszonylag olcsón meg tudjuk csinálni, mert igazából víz kell hozzá, meg láva. Hogy mindegyikből szinte végtelenünk van.
Nincs gond, is csináljunk egy kis rendet. A dirt machine-eket így berakjuk, így. Ez az. Igen. Ilyen dobozokat kéne csináljak akkor valahova mégis. Kéne találni egy helye. Itt lesz az égetünk, tök mindegy, majd fővesszük, nem? De... Úgy. Ez is én craftolt cucc, de mindegy. Add ide a fit. Nem lett ebből egy. Csinálunk még egyet. Jó. Nem fővesszük. Hogy ezen ugrálni kell, ott a kerítés alacsony. Egyet beljebb tesszük. Azt hagyjunk el kettőt, és akkor ide. Egyet, még egyet, még egyet. Jó, hozunk víznek való alapanyagot. Jelentek ezeket a resinket ki lehet taposni, és mivel hogy Petrifinetből viszonylag sok van, így ezt ebből fogunk vizet taposni. Ezt bedobjuk ebbe, és akkor ugye elkezdünk. Jön a víz. Hatalmas egy kontent, ugrálok egy tag a csemetén, passzírozom ki. Ha van valami ötletetek, vagy tanácsotok, ne tartsátok magatokba. Annyira nem ismerem ezt a modot, csak használom. Ezt már párszor mondtam. Na, kivesszük a vizet. Nyitjuk, oda rakunk. Van egy ilyen challenge a könyvben. Csinálj egy obsidian buketet. Hol a könyv? És akkor csináljunk egy obsidian vödröt. Akkor úgymond ez is ki van pipálva. Ez is megtörtént. És kéne csinálnunk egy feles... Ez is egy idióta quest. Egy ilyen félblokkos crafting table-t, vagy valami chest-et. És tudom, hogy ezt akarom-e csinálni, mindegy, majd ezt megcsináljuk. Mert szerintem csinálunk egy chest-et, az csá. Illetve csinálnunk kell egy vödör sarat. Aminek talán azért lesz jó, mert létre tudnánk hozni úgymond rétet. És akkor elkezdenek spawnolni az állatok. Ez tök jó lenne. Akkor az még kéne kettő darab ilyenünk. Gyorsan összeszedjük a resint. A többi dolgot azt nem is buzeráljuk, csak a resint. Nem. Biztos, hogy kell.
Így. És megcsináljuk a másik két fát, a Petrifinedet és a bont. Hogyha ezek megvannak, akkor igazából tudunk föld dolgokat is. Vegyem csak a resint. Resin mondjuk azt kell. Gravel. Nem kell. Elméletileg nagyjából minden itt van a vashoz. Oda még 8 darab. Jó. Darab. Meg itt van még 3, akkor jól meg lesz a 10. Jó. Amondó vagyok, hoppá, ezért is kéne csináljuk. Mi újságot? Bonsai potot. Még egy minimum kell. Hiába lesz vasunk, hogyha nem lesz hozzá bonsai potunk. Agyagunk az van 3 darab. Valahol téglánk. Ott valaki valahol téglát. Itt van 13. Akkor csinálom még egy bonsai potot. 2 meg legyen. Nagyszerű. Add vissza. Ó, a földünk meg van hozzá. Nekiállunk megint építkezni. Megőrülsz, hallod. Csinálunk egy olyan területet, ahol úgymond majd az állatok le tudnak majd spónolni. Mert kiég a vas. Most már ki is égett. Akkor gyorsan előbb azt csináljuk meg. Jó, határozott vagyok, mi? Nem idegesítő. Bonsai pot, bonsai pot. Kettőt még nem bírom egybe rakni. Na mindegy, ez érdekes. Chest. Erő. Ott a két bonsai pot, és akkor gyorsan elültetjük ezt a két fát. És akkor shift-elve rakjuk rá, mert az úgy nekünk. Igen, rá beletesszük a fődet. Alatt egy kevés resin. Bocs, nem vagyok amúgy ennyire bénalja, de... Ez mi? Ez a Petrifiner. Itt fogjuk termeszteni főd magukat. Jó. És akkor igazából a skacok, látjátok, innentől kezdve automatikusan termelődnek a dolgok. Most még építünk egy nagyon nagy rétet kis patakot. Addig ők itt dolgoznak. És azon gondolkozom, hogy lehet, hogy egyből úgy kéne megépíteni ezt a rétet kis patakot, hogy lejjebb kéne vigyük egy blokkal az egészet. Már így az elején. Mert hogy... Mert hogy egy, igazából én arra gondoltam, hogy egy akkora területet építenénk be, mint ez a két plac együtt, oda, kifele, és így még minimum egy 10 akármennyivel kijebb. Ami nem azért lenne jó, hogy tönkre tegyelek benneteket idegileg, hanem ott akkor ugye tudnánk egy kertet is csinálni, mert ugye olyan blokkot csinálunk most, elméletileg, hogy elkezd terjedni a fű, és hogyha már van fűvünk, csontlisztel meg tudjuk növeszteni, magjaink lesznek,
Ha lesznek magjaink, akkor tudunk kertet csinálni, kaktuszt, vizét, mit tudom én, és akkor igazából, ami kell a alap Minecraftos dolgokhoz, egy kertet tudnánk csinálni. Csak ugye ahhoz meg vízre van szükség alulról, hogy nőjenek automatikusan. Jó mondom, Sanyi, itt vagy? Úgyhogy igazából, amit itt elkezdtünk, kéne itt tovább vinni egy szinten lejjebb. Egy rohadt nagy placon. Hogy azt csináljuk, hogy itt ezt így kiütöm. És akkor onnan lentről végig építenénk arra kifelé. Az ándiból. Ahhoz meg ugye nagy blokk kéne. Abban meg nincs van, mert abból igazából van viszonylag sok, úgyhogy le kéne pakoljunk, hogy ugye mennyi cobblestone-ba. Csináljam a cobblestone-ból az alját, hát abból rengeteg van. Teket most elrakom. Alma az maradjon. Könyvet azt se bukjuk el. Ez se. Igazából veszünk magunkhoz cobblestone-t, azt. Azt építkezési van. Mit ismételjek el? Nem figyelsz rám, te Sándor. Nem jó. Azt kérdeztem amúgy, hogy kérdeztem. Lehet, hogy így csinálunk egy folyosót. Azt fejtegettem éppen, hogy ahhoz, hogy az alap Minecraftos kertészkedés működjön, ahhoz ugye nekem nem kéne megdögöljek. Ahhoz ugye itt víz kéne, hogy legyen a kert alatt, mond. És innen fogok indítani, úgymond egy végtelen vizet, vagy én nem is tudom, hogy hívjátok ti ezt. Ugye ennyi kövünk van, innen indul mi újság, ezt itt bezárjuk. Egy, kettő, és én erre szerintem én kiviszem egy, három, négy, öt, hat, nyolc, kilenc, tíz. Ti kihúzom itt tíz szinten. Valami alag volt.
Azt nem tudom, hogy 10 széles elége kertnek. Meg növények, meg mit tudom én, amik úgy minden tudjon nőni. Elméletileg tudok csinálni olyan blokkot, amitől elkezd nőni a fű. Ugye most az volna a cél, hogy csak ugye elméletileg ugye az a tervem, hogyha én igazából akarok egy kertet, hogy kéne csináljak, szeretnék ebbe a kert részbe már egy végtelen vizet is beiktatni. Ami egész idáig bejönne, és itt lenne úgymond egy ilyen kis kutam, amit föl tudnák tölteni vízzel, és akkor úgymond innen folyna be a kert alá a végtelen víz. Ebből a kő rengetegből. Minél nagyobb, ha vanilla, itt a módosban nem vágom. Én értem, hogy minél nagyobb a vanilla, de ugye igazából az ilyen kert, meg ilyenek, az vanillára kell megépítsük. Itt attól, hogy modos, én azt értem, de például ugye tudunk olyat, mert nézegettem, hogy vannak olyan magok, amikből úgymond disznók fognak nőni a földből, vagy a faszom tudja, hogy magyarázzam én. Az a lényeg, hogy kérdés az, hogy tudok-e olyan nagy végtelen vizet csinálni, hogy ez egy ilyen tízszer az meg akárhányas placot nekem főtöltsön vízzel. De biztos, hogy kell a segítség. Ilyet megcsináljuk. Ez egy embertelen nagy placot akarok ide csinálni. Relatív, hogy embertelen nagyot, de nagyot. Ugye homokblokkra is szükség lesz, hogy kaktusz tudjak majd ültetni, meg... Kurva jó, hogy lerakom mindig a fáklyát amúgy. Ugye a cukornádas torit is ugye meg akarom csinálni, mert mint az, hogy kelleni fog enchantéből, meg ilyenek. Miért vagyok amatőr? Ennyire félek, hogy leesek amúgy, és szerintem tök nem olyan leesős a szitu, mert azért van mögöttem, előttem blokk. Komám össze-vissza. És arra gondoltam, én kéne hozzak egy kis blokkot, ki kéne alakítsam itt így. Én ennyire gondoltam igazából, hogy ez itt már kerítés sor lenne.
S a vágott, Sanyi, hogy mi a tervem? Hogy így itt ezt a placot én megcsinálnám ilyen... Hát mondjuk az, hogy kertnek igazából, de ugye az egyik felét azt az állatoknak szeretném megtartani, a másik felét pedig... kert. Ilyen farmnak. Tudom, hogy magyarázzam. Répaültetés, stb. Stb. Az a kérdés, hogy hogy csináljam meg a vizet, hogy így... Mert ez, ahol most itt a fa van, ebben a magasságban lennének a földblokkok, és itt, ahol a kő, itt ilyen csatornákat csináljak, vagy és úgy csináljam meg a végtelen vizet, vagy hogy? És alulról felszívja a vízblokkot a földblokk. Érted, hogy mit pofázok? Mert ez vanilla, ez nem mód. De pont az, hogy én ilyen csatornát akarok építeni, nem akarok utána szopni vele. Ez nem az, hogy... Nem az alap Minecraft, hogy izé... Jó van, utána majd megmókoljuk, mert érted, itt alatta nincs semmi. Az alap Minecraftban örök víznek, meg három blokk széles árok kell, és két szélre kell rakni. Aha. Ebből most semmit nem értettem, de hiszek neked. De a közé nem akarok, én fölötte akarok, hogy legyen víz. Ted. Az a baj, nem érted. Na mindegy. Tudod mit? Azt fogom csinálni. Hogy... Most én kihagyom ezt a lukat, és amikor csinálni fogom a kertet, akkor majd megbeszéljük. Az lesz a én szerintem. Tartok már, de még egyet le kell. Annyi maximum, hogy majd most rakok be fáklyákat, hogy ne spawnoljanak be. Az a lényeg, hogy így megvan az esélye annak, hogy itt szépen akkor kis fából meg tudom csinálni a járdákat, mindent értem, úgyse sem csináltam, ki kell próbálni, hát jó van. Mit akartam kérdezni? Van ez a köszörűkő, vagy mi a tököm, amivel ugye ilyen köveket átbírom alakítani. Hogy hívják? Az vanilla cucc, emlékszem.
Arra gondoltam, hogy majd a kis kertben, itt az utakat, ilyeneket valami szép kőből csinálnám meg. De már minden fából legyen. Már van egy cobblestone generátorunk, és igazából végtelen mennyiségű kövünk. Még a fából is végtelen mennyiségünk van, de azért a kővel jobban állunk. Jó nagy csöndben vagyok. Úgy nagyon koncentrálok itt a leesés elleni védelmekre, meg ilyenekre. De se tudjátok képzelni. Na. Oké. Ide visszabírunk pakolni? Ez már megtelt. Mint a megtelt. Mit fogok kezdeni ennyi cobblestone-nal, azt még nem tudom. Jó. Hogy kell nekünk egy jó takfa. Kell csinálni. Igazából földolgozhatjuk mindet. Jaj, a botjaink el, meg egy stacket. El a kerítés, meg majd kelleni fog fákja is. Jó. Van a kerítés. Középen van a bot, ugye? Jó. Ez megvan. Oké. Öreg Sanyi, te hogy raktad be a shadert a izébe? Ebbe a játékba. Kinézetet. Gondolkodok, hogy a következő részre én is megpróbálom azt megcsinálni. Egy olyan, hogy textúra pakk és ott. Aha, jó. A következő résznél kipróbáljuk.
Megduplázzuk a hidat. Nem tudom, hogy egy tehenekkel, meg ilyenekkel kell majd mókoljak. Itt legyen rá opció. Mondjuk lehet ez is jobban nézze ki dupla híddal, de mindegy. Vissza lesz zárva. És itt fogjuk tudni venni, na itt nem fogjuk tudni venni. Márja, hogyha ide beborítok egy vizet, Sanyi, beszéljük át ezt a víz dolgot. Én ide behozok egy vödörvizet, ami most nincs nálam, várjál, hol van a vödreim? Itt van az obszidián buke. Azt mondja, hogy... Add vissza! De én ezt itt beöntöm, ő itt elkezd folyni. Ja, és akkor itt így ez itt megtelik, hogy nem telik meg, csak egy darabig. És hogyha én innen ezt fölveszem, akkor ez eláll. De hogyha innen veszem föl, a mellette lévő blokkból, oda beöntöm, de nem bírom beönteni, hanem akkor azt valahol ide kell a következőt öntsem, ugye? Én ezt most így beöntöm, és innen veszek föl, és ezt beöntöm, akkor ez így lesz végtelen, ugye? De hogyha én most ezt itt befalazom, ezt, akkor az ott még folyik, tehát működik. Honnan tudok vizet venni? Onnan. Hogy bírok fővenni vizet? A mellette lévő blokkból, ugye? De nem vesz fő. Így meg elfogy. Na jó, ez nekem még nem megy, ugye? Ez így nem végtelen víz számomra. Innen kell mindig kivegyek. A fákját teszi le. Hát, ez buzis. Jó, mindegy, ezzel most nem foglalkozunk. Jój! Ezt hogy bírom elapasztani? Ahogy mi. Hát majd ide földblokkot fogok rakni, és akkor valószínűleg így fogom elapasztani. Ezt az egészet be kéne fődezzem.
Nem mondod, hogy elfogytál, akkor még jó. Jó. Így, és onnan lesz csak bejárat. Nagyszerű. Most nekem rohadt sok földet kéne csináljak, és mindig középről vegyék ki. Mindegy, figyelj, Sanyi, ezzel majd baszakodunk akkor, amikor ott tartunk, mert szerintem van nekem felméletem, hogy ez hogy fog működni. Nézzük, mennyi izé termelődött. Föld. Nevezetű egyén. Hű, de sok nem. Jaj. Nézést. Azt mondja, hogy valahol itt voltak a fák, igen. Ezek a fákják, ezek a pocumó. Ó, de az, hogy maradjon ott. És még egyszer. Jó, azt mondja, föld. Tartottunk, hogy földet fogunk csinálni, és van. Jó. Rakod. Gondolhatok én ilyet, hogyha... Azt mondja, hogy beírjuk, hogy dirt. Akkor aftal föl 33, ezzel sokra nem megyünk. Baszki, ez hogy került ide? Ezt most hogy fogom megölni? Fájt van. Azt itt ki kell fáklyázzuk, úgy érzem. Már jár, azt beszéltük, hogy az alját fogunk kifáklyázni. Érted, hogy betámadott a gyökér? A víz lemossa a fákját. Jó, na mindegy. Valahol még volt föld, nem? Én emlékszem rosszul. Ezért van ez a fertilized földünk. Ugye? Jó, hát akkor mindegy, ezzel 33-mal kezdünk. Inkább több, mint kevés. Most elvileg el fogom apasztani a vizet. Elméletileg. Jó, ott még folyik, úgyhogy valami van. Kéne szedni. Jó. Csak ezzel nem variálunk. Akkor itt megrakjuk fákjával, hogy ide ne spónoljanak be a mobok. Majd így itt kialakul, mikor végleges mókonfit lesz. Ide kurva sok föld kell, skacok, úgyhogy nézzük, mennyi fát tudunk csinálni.
kis vasat. Összeszedjük az összes petrifájnedeket. Olmánk az van rengeteg, jó, nagyon nagy gond a kajával. A magvak sem nagyon kellenek most. És igazából... Igen, szenet lenne jó... duplikálnunk, mert ugye abban négy. Négy kell. Nem foglalatoskodunk. Mi van? Bón. Az se kell most nekünk. Nagyag annál inkább. Jó. Közából azt kéne, hogy nekünk kéne még, de kell a klény is, hülye vagyok. Mindegy, csináljunk vasat. Egy vas. Az nagyon pozitív. Üss és hátrány meg volt, levertem, profi Minecraftos vagyok, nincsen ezzel gond. Amit viszont meg kellene nézzünk ezt a porcelán dolgot. Milyen? Materiáljaink vannak hozzá. Ugye akkor viszont el tudnánk kezdeni végre. Azzal foglalatoskodni, hogy tudnánk csinálni vasfát, és akkor igazából a fa, mint olyan, az vasból jönne. Ez a zombi hús sem jött, szart csináljak. Ez megromlik vajon egyszer? Biztos. És hátrány jó, az történt. Oké. Mert akkor a földet azt ugye meg kéne gyorsítsuk, hogy ugye ezt a területet ezt le kéne földesítsük. Ha ez le van földesítve, akkor ugye innen majd ezek a kerítések el tudnak tűnni, és hogyha ez itt befüvesítődne, kurva jól. Képzeljétek el, hogy mi vagány lenne, hogy ott bejönnénk, és például ide építhetnénk egy házikót. Craftnak. Kár. Jó, na mindegy, ezzel majd későbbiekodunk. Azt mondja, hogy... porcelán, igen. Porcelánhoz kell agyag, illetve... Hogy van? Mi kell a porcelánhoz? És építenénk egy ilyen égetőt porcelánból, és nekünk unfired porcelánra van szükségünk, ami az agyagra van szükség, illetve csontlisztre. Agyaghoz pedig ugye szükségünk van clay machine-re, van 4 stack, az szerintem bőven elég lesz. Illetve borresinre is szükségünk lesz, de viszont meg homokot is kell csináljuk majd ahhoz. Jó, azt mondja, hogy clay. Clay az itt van. Ez a clay, ez a... Igen. És adjál hozzá ilyet is. Ami kurva jól termel ez a cucc, szóval akárki akármit mond. Oké. Úgyhogy most azt fogjuk csinálni, hogy csinálunk csontblokkot, illetve csinálunk agyagblokkot. Mondja, hogy clay blokkhoz ilyenre van szükségünk, ebből add ide mindet, ez 14 blokk. Szerű. És kell nekünk bone. Tén. Csontblokk. Igen, ebből meg 28. És akkor szétkapjuk az agyagot. Szétkapjuk a
Tudod. Csontlisztből lettem kevés. Agyagból viszont nem annyi. Mindegy, az agyagot és a csontot, ha összekraftoljuk, ebből lesz nekünk porcelán. Több, mint elég. Igazából. Több, mint elég porcelánunk lett, srácok. Úgyhogy nekiálljuk kiégetni a porcelánt. Viszont ide egy kis magvakat visszatesszük ide. Résin. Ez is resin. Így. Csontliszttel meg nem tudom mennyivel mit kezdjünk, egyelőre ide rakjuk is. Oké. És akkor várjál, homokot is kéne nekünk végessünk, ahhoz kell szend. Szend akkond. Gyere. Ő kéne töltsön a hotbáromat ilyen alapvető dolgokkal, és akkor ide nem ugrana be. Lehet jó. Ilyen alapvető szarokkal kéne töltni. Mondjuk itt van ez a kis kampónk. Gyere. Kampót tegyük be az egyesre. De ezt ide, várja, nem, egyel arrébb mindent. A könyvet azt ide. Az agyagvödörrel nem tudom, hogy mennyire akarok foglalkozni, mert szerintem lassan nem lesz rá szükség. Közelből fákját is berakhatunk ide. Várja, ezt viszont kibírom venni. Kávé. De van még? Jó, mindegy, egyelőre így marad, és akkor mit akartam, hogy a homokot? Az viszont kell nekünk az üveg. Szend. Igen, és akkor ebből lett 7 blokk. Jó, ezt kipakoljuk. És akkor igazából fát is kéne magunkhoz vegyünk. És akkor majdnem mindegyik kemencébe elkezdünk. Tából hűde sok minden nem kell ez a porcelán dologhoz, hülye. Most azt nem tudom, hogy például porcelánvödröt tudunk csinálni. Az mi menő lenne? Mint hogyha szükségünk lenne rá, de nem bírunk csinálni. Figyelj, kiégetek még egy stack porcelánt, mert igazából akármire is jó lehet. Úgy. És hátrány, mi mindig azt ott tartunk. Jó. És akkor megépítjük ezt a porcelán kemencét kifolyókkal, meg mindennel. Nagyon menő lesz. Valahol elkezdtem fémet égetni, 31 fém ki is van égve. Viszont klére is szükségünk lenne. Ám de azt most elbasztuk porcelánra. Porcelánból nem tudunk ízét csinálni. Tudunk porcelánból csinálni. Porcelánból például... Trikket tudunk csinálni, lépcsőt, ilyen is kell, színes porcelán blokkokat tudunk csinálni. Ha mindegy, ezt elrakjuk, az igazából jó lehet még akármire is. Igazából egy elég összetett kemencét akarnák építeni. Csinálunk egy-két tégla blokkot is, hogy szépen megpróbáljuk körbeépíteni.
A sima agyagot kéne csináljunk, ahhoz clay dolgokra lenne még szükségem. Persze most nincsen. Mindegy, amennyit tudunk megcsinálnunk a clayből. Kéne nekem még egy pár darab tégla. Clay resin. Gravel. Van itt még? Azt mondja, hogy ez a clay resin. Így csináljuk van. Ezt égessük ki, ezt a 48 agyagot. Elég a porcelán. De is porcelánt égettünk alsó felsőbe? Hol égettük az üveget? Jó. Aki ismeri a Tinkers modot, most nagyjából tudja, hogy én mire készülök. Valahol van még téglám. Szerintem ez kettő darabra elég lesz. Nekem chest. Valahol volt lekraftolva két darab. Jó. Itt pont egy darab vasudam maradt. Ezt lekraftolom már, mert úgyis is basztott a játék, hogy csináljak ilyet. Szemet kéne vizsgáljuk. Meg mindenféleképpen elő kell készülni egy vasra. Kivesszük a porcelántokat. Kezdjük el építeni a kemencét. Na, azt mondja, hogy szükségünk van egy tankra. Igen, szükségünk van egy erre. Igen, szükségünk van egy melterre. Az micsoda ez a porcelán, window, heart of the melter, reference liquid, unbroken.
Egy ilyenre biztos, hogy szükségünk van. Illetve egy ilyenre. Illetve... őre. Ő belőle kell még egy. Igen. Azt mondja, ő ég, ebben égetünk, és ebben bővíteni lehet a tárolt mennyiséget. Ezt megnézzük. És kéne nekünk egy pár darab blokk. Nyolc blokk. Egy van még, úgyhogy tudunk égetni. Jó. Na akkor ezt ide akarom elképzelni. De viszont ugye ez megint egy páratlan építés is van. Egy, kettő, három, vagy még egy kevés helyünk. Az úgy idegesít amúgy a játékba. Ezt így ide. Ezt rátesszük. Elméletileg ez kerül az egyik oldalra, ez a másikra. Ez fölmegy a tetejére. Én szerintem. Egyik oldal, másik oldal. Elméletileg ez megy a tetejére. Most megnöveltük a tartály méretét? Nem. Akkor ennek mi értelme van? Viszont ezt lebontjuk a picsába. Ennek a két kifolyó. Ez úgy funkcionálisan igazából, srácok, ez így működik. Az, hogy én ezt itt hátul körbe dizájnolom, szerintem ez így jobban fog kinézni. Az az én hülyeségem, azzal ti ne foglalkoztok. Az csak azért van, mert nekem így jobban tetszik, ebbe víz van. Vizet azt hova? De nem bírjuk kiönteni, akkor kiöntjük oda. Így, és akkor nekem egy szükségem van lávára. Igen, de azt kell még cobblestone. Abból fér meg bele a láva, mindegy, egy vasrudat elkezdünk benne égetni. Ez nehogy megteljen. Kérdezünk még egy vödörrel, és ezt így belebírjuk önteni. Kivettem belőle, most tele van. Most tele van. Ez a blokk, ez nekünk nem kell. A lávába beledobom, meg semmisül. Csik bele, kéne egy normális szemetest csinálni, mindegy. Raftol cucc, oda be kell. Ennyi. Oké. Okay. Földblokkot viszont kéne csináljunk, amint alakul, majd megduplikáltuk a dolgot. Elméletileg itt most kiégettük a vasat. Van egy adag vasunk, és akkor nekünk Iron Slappinget kéne csináljunk. Ugye ezt ebbe a porcelán égetőbe tudjuk megcsinálni. Beírjuk, hogy Iron, és Iron Slappling az itt van, és ezt
A castingba tudjuk csinálni akácfa csemetéből, és akácfa csemetét a kaudromból tudunk csinálni. Apple sapling-gel, vízzel akácfa csemetét tudunk csinálni. Úgyhogy ez lesz a következő skacot, hogy akácfa csemetét csinálunk. Alma csemetéből. Azt mondja, hogy... És akácfa csemete lett belőle. Ezt a vödröt innen föl kell majd szedjük, és akkor azt a vasat így szépen ráfolyatjuk. Látjátok? A mixelések nem folynak. Vödröt innen föl. Új helyet kell találni. Hol? Azt nem tudom, mert lehet ott kint valahol. Se kell egyelőre. Csinálnánk egy végtelen vizet, akkor ezek így... Jó, és akkor megvan az akác semeténk, hogy mi az istenünk ez. Vas. És innentől kezdve termeli nekünk a vasat. Ne várjál. Hogy elbasszam megint, mint a szingőbe. Ezt itt most gyorsan föltverkeljük ezt a fát. Odané meg is van. Ez van. Ez az. Úgy. És már. És 5 darab iron saplingünk, amit akármikor tudunk bővíteni majd. És már nől is, és ott abban a pillanatban elkezdődött a vasfa termelés. Na. Király. Úgyhogy szerintem ennyi idő alatt kiégtek a téglák, ugye csinálunk még ilyen ültetőket, és igazából szeretném meg akartam duplázni, mert ugye de minden fa meg lesz duplázva, és minden duplán fog termelődni, és az király lesz. Igazából. Földből kéne nekem a resimből. Csinálnunk kéne még fertilizert földet. Mennyi föld kell oda? Igazából végtelen, de egyelőre legyünk tárgyilagosak. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Abból van 2, akkor 6 darabot kell csinálni. Négy darab. Négy, öt, hat. Többit ezt betesszük oda ízbe. Kell kettő csont. Kicsit még ilyen spórolósra veszük a figurát. Mert ja. Oké. Mondjuk a kraftolt motyókhoz kirakjuk az üveget, a porcelánt, ládákat nem merem. Jó, azt mondja, hogy kell nekünk tégla. Nyolc darab kéne igazából. 9 darab kaudron. Ez. Azt minden esetre behúzzuk. 4 darabot.
és ha ég a vas, akkor be fogjuk rakni a többit is. Ugyanis jóval több vasat fogunk tudni gyártani. Veres. Igen. Most nekem fontos. Igazából. Lehet. Most szerintem egyelőre csak az lesz, hogy előkészítjük. Jó időn eljárunk 2 óra 15-nél. Amúgy pont most kezdenék belejönni a tök jó dolgokba. Aztán lassan live-ot kéne zárni. De viszont még nem zárunk live-ot, ugyanis még egy kicsit próbálunk földet termelni. Úgyhogy a földblokk, földet mindenképpen ültetünk. Basszus, ilyen kevés földem van. Mondjuk egy kell egy darab belőle, úgyhogy szándiból. Énből 2 nő már, de hogy nő. De most egyelőre. A vasból kéne még egy. 2-esével gyártjuk földet. Vasat kéne még beindítani. Itt a tapling. A szenet is meg lehet indítani, bár most, hogy van iron saplingünk, azért annyira nem fontos. Mert ugye most már nem azokból fogunk csinálni vasat, hanem de minden esetre hagy pörögjön. Te mi vagy? Sand. Clay. Homok és agyag. Clay. Egyet. Sand. Egyet. Éppen lassan beültetünk mindent, ez mi van most a kezembe? Pedig a clay, ugye? Clay. Király. Ó, ez itt dupla-dupla, föld dupla. És akkor még 1, 2, 3, 4 darab izét kell csináljunk hoppert. Ahhoz vasra van szükségünk. Hát ugye megnézzük, hogy mennyi termelődik vas, de ugye minden egyéb más is most már, amiből vasat tudunk csinálni. Ezekkel a makkokkal nem is tudom, hogy mit fogunk kezdeni. Kiégetjük a maradék iront. Azt mondja iron. És ugye majd az lenne a következő, hogy ezeket a dolgokat itt beautomatizálni. Azért úgy adnám. Oda és már megint ég a 30 darab vas. És még innen ki se szedtem minden rendet, úgyhogy ez teljesen jó így. A föld az ugye lenne most a fontos, hogy termelődjön a föld. Földgenerátort nem tudunk csinálni. De van creepy. Creepy tix, szia szia. Ezek a csatornán. Na. Hagyjuk tovább a földblokkok elhelyezését, de hát ugye ezt itt pörgetni kéne.
Ez kurva sok földet kell legyártsunk. És annyira azért nem termelődik. Ellenben talán a vasat tudjuk csinálni. És lehet, hogy tovább kéne menjünk egy kicsit. Következő szintre a könyvben, mert ugye most oké, hogy a vasfát megcsináltuk. Ja, hát lehet, hogy ezt a tint, meg ezeket itt már későbbre akartam. De körültem volna, hogyha be tudtuk volna sarazni a földblokkokat, de hát ugye ahhoz itt most úgy mondani, hogy afkolni kéne egy kicsit. Lehet, hogy a következő live előtt, srácok, azt fogom csinálni, hogy afkolok egy kört, hogy legyen mindenből alapanyagunk. Ígérem, nem fogok építeni semmit, maximum ezt a placot beföldezem. Engedelmetekkel, majd lassan 6-kor kezdünk egy közös live-ot egy másik streamellerre. Csak ő fog streamelni, de én részt veszek benne. És lehet, hogy ezt a placot itten be terítem földdel. És akkor majd az ilyen kis utakat, meg ilyeneket majd közösen megépítjük benne. És akkor elkezdjük ugye itt létrehozni a mi kis farmunkat, meg állatok, hogy elkezdjenek spawnolni. Meg ugye megkezdjük a kereskedést, mert elméletileg van egy ilyen market-szerűség, egy ilyen asztal, ahol tudunk vásárolni ilyen olyan magokat, amiből állatok, falusik, meg mit tudom én, mik nőnek ki, ugye van a módban ilyen, hogy akár még egy kis falusi kolóniát is létre tudni. Úgyhogy majd meglátjuk a kutatásban. Ugye a mai cél az az volt, hogy legyen meg a vasfa. Még annyikat megcsinálunk, hogy itt lerakjuk az összes hoppert. Még amit hiányzik, ez a 4 darab. Ugye ott van 2. 3-4 darab ezt a hopperes... az Isten ez. Bonsai treet. Bonsai potot. A hopperes bonsai potot, azt megcsináljuk. Ugye elméletileg a hopperhez... hoppert kell azért megcsinálni, maga a bonsai pot megvan, de a vas az ugye most jelenleg itt ég. 1. 5 darab kell, egy ez a kelmetek, talán meg is vagyunk. Merjá? 4, 1, 2, 3. 4. 4, 1. 4, meg itt 1, igen. 2, 3, 4. Kimarjuk innen ide ezt. Oké, és akkor ez így most így vagyunk, és akkor ezeket még beültetjük. Azt mondja, hogy hiányzik nekünk egy... Lehet, hogy ezek a ládák se lesznek így jók. Hiányzik nekünk egy alma. Az mi lehet ott? Az a csont. Alma csont. Gravel és egy petrified. Aha. Alma csont, shoulder, kő. Mondja, kell nekünk egy almafa. Egy bone. Gravel. És egy petrified. Jó. És akkor ezeket így itt lepontjuk. Azt mondja, hogy ez a petrified. Azt te vagy. Ide jön a gravel. Elbasztam. Ez a gravel,
Pont. Saplings, és ide berakjuk az almát. Hát, konkrétan így, hogy egy fa van, és hogyha nem nagyon használjuk ki az alapanyagot, tehát nézzük a fát, érted, az almát, hát ennyi alma, unlimited kajánk van, és akkor van ugye egy csomó olyan, mint bot, ezek a lombkoronák, azt sem tudom, mire lesznek elhasználva, úgyhogy majd valami komolyabb cseszteket is ki kell találjunk, mert ezekre a lombkoronákra, meg nem is tudom, ezekre valamit ki kell okoskodjunk, hogy ezeket valahogy gyűjtsük, meg a fa tönköket, hát abból rengeteg lesz. Biztos vannak ilyen csesztek, ezt majd megnézzük a következő részbe. Itt a raktározást, mert ugye szerintem ezek a hopperes bonsai potok, ugye ezek valószínűleg csak a vanilla csesztekben működnek, de majd ennek is utána nézek, hogy esetleg más csesztekkel működik-e. Ó, bazd meg! Az robban? Ez robban? Ez nem robban. Ez robban, mi? Jaj, baszki! Help me! Hogy tudom lehúzni a bázisomra? Ő meggyullad, hogyha följön a nap? Ő neki nem szabad a szemébe nézni, ugye? Ő robban föl, igaz, Sanyi? Kurva jó lesz, hogy itt nekem szétbassz azt, amit csináltam. Azt hátulról kell leüssem? Értem, hogy meg kell, hogy jöjjön, bazzeg, de hogy? Hátulról tarkon vágom, creeper. Meg kell lőnöd, de hát bazzeg, az ott fölrobban. Hogy van, az X-el nem szabad a szemébe nézni? Ütsz egyet és hátrálsz, de ő hogy nem fog fölrobbanni? Hogy fog fölrobbanni? Mert az ott fölrobban most nekem a bázison, én hülyét kapok. Valahogy le kéne hozzam ide. Inkább itt robbanjon föl. Gyere, köcsög! Robbanjál inkább föl. Ne! Annyira nem baszott szét semmit. Az miért spawnolt te be? Rohadjon meg az anyja. Holnak a fákjáim. Volt eléggé kivilágítva, mi? Kivilágítom a geciket. Ezt most megúsztuk. Én most lebaszok annyi fákját, amennyit nem szégyellek. Elfér itt lent, főd alatt. Egyet kellett volna, igen, egy tudom, csak nem tudom, mi volt a baj, ami eltört. Na, gyorsan megjavítjuk a bázist. Gondolod, hogy szétbaszta volna vadonat új kemencémet. Jó. Lehet, hogy azt kéne, hogy itt ne tudjanak följönni. Vagyis hatolnak. Mert mondjuk majd
Csinálunk egy normális világítást, aztán nem lesz ilyen gond. Jó. Itt megvan a világításunk, termelődik minden. A mai cél meg volt, a vasfa. Itt van, itt nőnek a pillanatban. Oda nézzél, már van 64, 64, 47, úgyhogy kurva sok itt termelődik. Én voltam a baj, ennyi, amúgy nincs kizáró, hogy ez volt a baj, Sanyika. Úgyhogy, jó, szépet haladtunk. Oda nézzél azért, milyen ruhák lesznek itt. Iron Wood Legs. Ezt ilyet hogy lehet csinálni? Iron Woodot. Oké. Ezt craftolni kell. Várj, ezt lehet égetni ilyen izét, ilyet. Block of Iron Wood. Igen. Jó, hát akkor ez nagyszerű. És ezt... Ilyet hol lehet? Iron Wood Essential. Rav Iron Wood Materials. Live rot, vasrúd, aranyrög. Aha, oké. Okay. Live rotot hogy lehet csinálni? Jó, mi menjünk ebbe bele. Az nem is lehet csinálni. Rendben, vannak itt érdekes dolgok. De igazából majd a porcelános kemenc, amit összeraktunk, ehhez elméletileg lehet ilyen öntőformákat csinálni, és akkor ilyen komolyabb dolgokat, úgyhogy ezt majd itt ki fogjuk építeni a következő részben, hogy kicsit jobb eszközeink legyenek. Most majd meglátjuk. De elméletileg lehet ilyen keverékeket égetni. Tehát ugye elsőnek a könyvet szeretném itt kifullolni. Az első oldalt, aztán ugye utána jönnek itt ezek az Infinite. De van itt még mit csinálni. Hát ugye itt jön a Enchantment Item, meg mit tudom én, érdekes dolgok. Na majd ezekkel foglalatoskodunk. Meg hát a farm. Oké, okay, egy fertilizer soil csináltunk, de itt majd kell csinálni barna földet, bonsai potba, hát itt lesz amúgy a bonsai potba egészen a kék mulcsig. Azért arra kíváncsi lennék, hogy a kék mulcs az mit tud. És ugye itt van, amit mondtam, ez a Little Piggy, a market. Elvileg itt lehet majd ilyen magokat vásárolni, úgyhogy a következő részben lehet, hogy ezzel fogunk igazából egy kicsit jobban foglalkozni. Mit a lehetőségeink adnak, meg itt az első oldalon valószínű, hogy itt megnézzük ezt a pamutfát, meg lehet, hogy ezt a tinfát valahogy összehozzuk. És akkor ebből is haladtunk egy kicsit, ezzel is, meg amit még ad. Igazából itt a chest rendszer, ugye ez volt, amit kérdeztem, de biztos, hogy vannak. Itt vannak a fejlettebb chestek. A hoppereknél, lett volna fából hopper, de mondjuk ez biztos nem lett volna jó a kodba. Oda vasat kért mindenféleképpen. Úgyhogy ja. Úgyhogy van még mit csináljunk, ugye itt vannak ugye a sütemények, meg a mit tudom én. Van még mit felfedezzünk ebből a módból. Lehet, hogy a következő részben egyre többen leszünk, megpróbáljuk megoldani, de majd kiderül. Kiderül, hogy ez hogy fog menni. Úgyhogy... kacok. Abban köszönnék el tőletek, hogy... Nézzük meg a karakteremet, így nézek ki. Keresünk valami normális skint. Így ott van a mai napi dolgunk, ezt kreáltuk ma meg azt.
De te is folytassuk tovább a szót. Köszönöm, hogy itt voltatok. Aztán legközelebb. Szerintem hétközben találkozni fogunk. De majd még fogunk foglalkozni. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok. Sziasztok, legyetek jók!